Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható november hónapban? Ez egy általános kirakás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes havi jóslást, akkor az passzol rád a te helyzetedre, a díjam 4000 forint. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy, látható a képen. A lelki társad itt van, de ez a férfi utal a férfiakra is. Ti egy vonalban vagytok, ez itt látható. És ez azt jelenti, hogy megvan a kapcsolat. A fejetek fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Nála itt ezek a kártyák jelennek meg. Itt ez a kulcs jelenti az ő magabiztonságát, de jelentheti a zárkózottságot, vagy a nyitottságot is. Mellette megjelenik a koporsó, és az azt jelenti, ő le akar zárni bizonyos kapcsolatokat, vagy bizonyos témákat, és ha ez megtörtént, akkor ezzel a kulccsal kinyílik egy új ajtó, és ezek a lehetőségek. A kulcs alatt megjelenik a csillagkép, ami szerencsét hoz, azt is jelentheti, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, ahogy a csillagképekben ez meg van írva, és a gyűrű jelentheti a kapcsolatot, vagy azt is, hogy valami vagy valaki visszatér a múltból. De még maradjunk az ő gondolatainál. Ez a kígyó jelenthet egészségügyi témákat, gyógyító erőt. Lehet, hogy ez a hivatása. De ez a kígyó jelenthet mellékutakat is. És itt ez a kereszt utal döntésekre, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ez lehet egy mellékút is. Ez a kereszt összeköt benneteket, hiszen te ebbe az irányba tekintesz, ő is egy vonalba van a kereszte, és ez lehet egy kármikus kapcsolat is köztetek, amikor a sors utatok kereszteződik. Ez a kígyó lehet egy nő is, mivel itt megjelenik a koporsó, az lehet egy idősebb hölgy, mint például az anyukája, de lehet az is, hogy ő leszárja a kapcsolatot ezzel a nővel, és akkor utal a múltra, ezeket a döntéseket hozza meg. Itt a mackó jelenti az ő bátorságát, az élet erejét, és felét tekint, és ez a kereszt jelenti a hitet, hogy ebből kialakul egy párkapcsolat. Itt alatta megjelenik az ostor, ő elfordul ettől a kártyától, az utalhat a múltjára is, vagy arra, hogy ezekkel a témákkal már nem foglalkozik. Ez az ostor jelenti a fájdalmas emlékeket. Ezt ő lezárja. Ebben segítenek az egerek, mert a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek felfalhatják a könyvet, ami utalhat titkokra, vagy az ő zárkózottságára is. Az egerek felfalják az ostort, a sebzett emlékeket, a vitákat, a veszekedéseket. Az egerek eltávolítják a hegyet is, az ő tartását, amilyen hideg és rideg jelen pillanatban, de ez úgy november végére elmúlik. Itt látható ez a kasza,
a kasza is el tud távolítani valamit, vagy azt is jelentheti, hogy ez a nő a múltjából van, és a kasza az utal például a vállásra. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, és a fejed fölött lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt megvan a bátorság, az életerő, ez a medve azt is jelentheti, hogy valaki támogat téged. Itt ez a park utalhat a természetre, vagy a nyilvánosságra, hogy mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést, és itt a fa, ugyanúgy, mint a kígyó is, utalhat egészségügyi témákra, gyógyító erőre, lehet, hogy ez a hivatásod, de jelenti ez a fa azt is, hogy oda érkezzel az élet utadon, ahova szeretnél, ahol úgy érzed, igen, itt le tudok gyökerezni, ez adja a biztonság érzetét. A munkát, a hivatást illetően, a lakhelyet illetően, vagy a párkapcsolatot illetően is, és itt előtted a kereszt jelenti a hitedet, vagy egy spirituális területet, de jelenti az élet utadat is, amikor elérkezel ehhez a kereszteződéshez, és döntéseket hozol, hogyan tovább, melyik irányba. És mivel a férfi itt van a közelben, ez utalhat a párkapcsolatra is. Előtted ezek a kártyák fontosak lehetnek számodra. Ez a kígyó jelentheti a megújulásokat, a változásokat, a kereszt a döntéseket, és a csillagkép szerencsét hoz ebben. De ez a kígyó lehet egy hölgy is. Itt egy idősebb hölgyről van szó, erre utal a koporsó, de azt is jelentheti, hogy a koporsó lezár bizonyos kapcsolatokat, és akkor ezzel a kulccsal bezárod az ajtót. Mögötted ott van a hold, az jelentheti az anyukádat, az anyai érzelmeket, a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket. Itt ez a felhő arra utal, hogy itt még valami átláthatatlannak tűnik, de hamarosan kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit. Ez összefüggésben áll az utakkal, ugyanúgy, mint a kereszt, hiszen itt az utak is kereszteződnek, itt is döntésekről van szó. Egy vonalban van a horgonnyal, és a horgony a szimbolizálja a munkát, a hivatást. Itt lesz mozgás, lesznek változások, a gólyák utalnak változásokra, és ez a munkahelyi változás szerencsét hoz. Azon kívül itt kisüt a nap. Itt vannak az anyagiak, és a hajó jelentheti a reményt, vagy jelenthet külföldi kapcsolatokat is. Ahol még változások lesznek, az a baráti kör, itt is döntéseket fogsz hozni, azokat az ismerősöket, akik előidézik azt nálad, hogy itt legyen ez a felhő, hogy minden olyan átláthatatlan, hiszen nem tudod, hogy milyen szándékkal közelednek hozzád, ezeket a kapcsolatokat lezárod. És azokat a kapcsolatokat, ahol kisüt a nap, mert életerőt ad számodra, vannak nyitott beszélgetések, azokat a kapcsolatokat, barátságokat meg fogod őrizni. Ami ezt a férfit illeti, itt előtte van a hegy, és az jelenti a problémákat, de az ő hideg-rideg tartását is. De szerencsére itt alatta megjelennek az egerek, és az egerek
eltávolítják a hegyet. És megjelenik itt a következő kártya, a halak. És a halak jelentik a pénzügyi dolgokat. De kell az óvatosság, hiszen itt van egy hamis személy. Figyeli az anyagiakat. Az is lehet, hogy valaki be akarja őt csapni. De itt nem csak az anyagiakról van szó, hanem a házról is. A ház jelentheti a te otthonodat, az ő otthonát, vagy a közös otthonotokat, jelenti a szomszédokat, a környezetet, vagy a családi kapcsolatokat is. Itt valaki a környezetetekben hamis, figyelget benneteket, tudni akarja mit, hogyan csináltok, érdekli az is, hogy milyen anyagi helyzetben vagytok. Vagy be akar csapni benneteket anyagilag, hiszen itt a halak jelentik a pénzügyi dolgokat is. De nem csak pénzről van szó, hanem pletykáról is, mert a madarak jelentik a beszélgetéseket, de ha itt a hamisság megvan, akkor az lehet egy hazugság, vagy pletykák a háttérben, de ez kiderül, hiszen itt van a nap, és ez láthatóvá tesz valamit, azon kívül megvan itt ez a virág, itt tisztázódnak bizonyos dolgok. Hamarosan kapsz egy fontos hírt, ez a levél utalhat bizonyos szerződésekre is, és mivel egy vonalban van a horgonnyal, ami a munkát, a hivatást illeti, ezek lehetnek munkahelyi szerződések is. Azon kívül a levél alatt itt van a szív, ez egy jó hír, egy szerelmes levél, és a virágcsokor az jelentheti a te szépségedet, nőiességedet, vagy egy ajándékot, egy kellemes meglepetést. Itt a hajó utal a reményre, hogy az anyagiak terén és a munkát illetően itt tisztázódik, rendeződik valami. Lesz egy új kezdet, amire a gyermek utal, de a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat is. Mivel itt megjelenik a ház, tehát egy ingatlan, bérlete vagy vásárlása külföldön vagy külföldi szemétől, légy óvatos, hiszen ez a ravasz róka óv téged, különösen ami az anyagiakat illeti. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét november hónapban itt látható. Lezársz bizonyos dolgokat. A kulcs jelenti a magabiztonságát, vagy a te magabiztonságodat, tehát légy magabiztos, légy erős. Itt kinyílik egy új ajtó, egy új lehetőség, és a csillagkép jelenti, ez szerencsét hoz számodra. Meg lesz az elismerés, hiszen fellépsz a nyilvánosságon, mások észrevesznek téged. Itt megvan a gyógyító erő, a mozgás, munkahelyi változás, és ez a munkahelyi változás szerencsét hoz. A felhő fél évet jelent, tehát ez eltarthat még egy kis ideig, de fél éven belül szerencsét lesz a munkát, a hivatást illetően. Második hét november hónapban itt látható. Te állsz a középpontban, ha te egy hölgy vagy. Fontos döntéseket hozol. Ez a férfi gondol rád. A kígyó az jelenti a gyógyító erőt, a változásokat, de lehet egy nő is, mint például egy idősebb nő, és mivel a hold az anyukát szimbolizálja, az lehet az anyukád is, vagy az is előfordulhat, hogy itt más nőről is szó van, és te lezárod ezt a kapcsolatot, vagy ő zárja le ezt a kapcsolatot. A csillagok szerencsét hoznak, itt még van ez a felhő valami, ami átláthatatlan,
de itt lesznek változások, kisüt a nap, kiderül az igazság, fontos döntéseket fogsz hozni, és ez kihat a munkára, de a baráti körre is. Az is lehet, hogy ez a férfi eddig barátilag közeledett hozzád, de itt megváltozik a helyzet, és itt van a szerelmi vallomás. Harmadik hét, november hónapban, itt látható ebben a sorban, ez a férfi áll a középpontban, gondol rád, ő is döntéseket hoz, lehet, hogy kicsit még zárkózott, holott ez a könyv jelentheti a tudását, vagy továbbképzést is, itt vannak a kapcsolatok, azt is jelentheti ez a gyűrű, hogy visszatér hozzád, még kicsit visszahúzódó, olyan a tartása, ami nagyon hűvösnek tűnik, de november végéig elmúlik ez a hideg, rideg, visszahúzódó tartás, hiszen addigra az egerek eltávolítják ezt a hegyet. Itt még vannak problémák nála az anyagiakat illetően, valaki be akarja őt csapni, tehát fontos, hogy óvatos legyen és zárkózott. A könyv jelentheti a titkokat, és nem szabad, hogy beszéljen anyagi dolgokról, mint például a családban, vagy ha arról van szó, hogy egy ingatlant szeretne vásárolni. Itt láthatóak a beszélgetések, lesz egy fontos hír, és itt kitisztul valami. Utolsó hét, november hónapban itt látható. A viták, veszekedések elmúlnak, itt az egerek eltávolítják ezeket a kártyákat, itt van a remény egy új kezdetre, itt lesznek külföldi kapcsolatok, az is lehet, hogy valaki meglátogat benneteket külföldről, vagy lesz egy meghívás. Ami a hivatalos dolgokat illeti, itt van egy hamisság, vizsgáljátok át a dolgokat, ez lehet egy bírósági ügy is. Ami viszont szép, az a szerelem, egy kellemes meglepetés, egy ajándék, itt tisztázódik valami, és lesz egy jó hír. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!